teher alatt nő a pálma. Minden kezdet nehéz. Ez is. Kikecmereg a vízből. Körül se néz. Pedig igazán vethetne még egy utolsó pillantást az óceánra. És legalább udvariasságból színlelhetne némi honvágyat, de nem teszi. Épp elég ideig tengette már az életét ebben a posványban. Hosszú évmilliókon keresztül volt nematódákkal, eukariótákkal, gerinchúrosokkal, kőkorallokkal és lábasfejűekkel összezárva. Csoda-e, ha már látni sem bírja őket? Agyőtint hát a tüdős halnak, kagylónak, lepényhalnak. Búcsút vesz a morgóhaltól, az angolnától, meg a dévérkeszektől, és a ponty meg a lazac társaságát sem óhatja tovább élvezni. Csókoltatja a görög keszeget, minden jót kíván a sügérnek, és megsejtve, hogy sokkal többre hivatott, hátat fordít a mocsárnak. Utoljára még egy nagyot szarik a tengerbe. Ezzel a gesztussal jelképesen is megpecsételve döntését. Aztán kifekszik a napra szárítkozni, persze pont oda, ahol legszebben hajt a köles. Végül felkerekedik, hogy nekivágjon a dzsungelnek, és bütykös végtagokat, rengeteg fagyúmirigyet, méteres beleket és jó adag hájat növesszen. Mennyi lehet az idő? Elcseszett napok egy elcseszett bolygón. Apropó, látott valaki mostanában fehér tigrist?